A hangja jó, indulhat a szlalomverseny második futama. Kovács Roland, mint mondja, idén csak a nézőknek versenyzett, most is öröm autózni jött az Expo Centerhez. Igazából ugyanaz az autó, hál' az Istennek, minden jó, nincs vele úgy problémánk most. 2018-ban ugyanezen a pályán láthattuk először versenyezni az akkor még csak 9 éves Dicső Dominikot, aki idén is rajthoz állt a szlalombajnokságban, immár rutinos versenyzőként. Most igen, most az autóm rossz, de szerintem a pálya jó, jó, egyenesek vannak benne. Néhol szűk, de jó. Rövid volt az idei szezon, így a pilóták minden lehetőséget kihasználtak, hogy pályán lehessenek. Rép Krisztián remek versenyzéssel tavaly a Lada kategória bajnoka lett a szlalom versenysorozatban. Most új céljai vannak. Sportrendszámot szeretnénk, hivatalos versenyautó legyen. A gépkönyv már megvan, ezt Bakonyán sikerült megszerezni. És akkor most egy műszaki szemle és a sportrendszám. A pécsi szlalom team idei második futamát rendezte az Expo Center területén. A következő szlalomverseny egy teljesen új pályán lesz, november 6-án Orfűn.